elmondaná az esküdteknek, hogy miért van ma itt? Miss Heard, szörnyű vádakkal illetett engem. Beperelt a volt férjem. Brutális, kegyetlen. Nincs ember, aki ne érezné megalázónak. Ráadásul nem igaz. Amber Heard örökre megváltoztatta Mr. Depp életét, és megsértette a jó hír nevét. Megismerhetik a hírnév mögé bújó valódi Johnny Deppet. Depp támogatta a kamerák jelenlétét a tárgyalóteremben. Nem pedig Amber. Itt egy rágalmazásnak álcázott PR kampányról van szó. És megérkezett a főszereplő. A tartalomgyártók igazi komment cunamit indítottak útjára. Valamiféle csínt követett el? Erről szó sincs. Az én térfelemem emberi űrlók volt. Ez a sztori kilépett a bulvárhírek és a tárgyalóterem falai közül. És kulturális jelentőségű ügy lett. Sokan élőben streamelik az eseményeket. Milyen üzenetet hordoz mindez? Hihetetlenül nagy érdeklődés övezi. A videókat könnyű manipulálni. Robotok befolyásolják a gondolkodásunkat és a közösségi interakcióinkat. A nyilvánosság szemében egyértelműen Johnny Depp áll nyerésre. Életemben nem rettegtem még ennyire. Csak színészkedik. Ez a tárgyalás jóval túlmutat a Johnny Depp kontra Amber Heard ügyön. Vajon azért érdekel bennünket, mert híresek, vagy a részletek miatt? Mi az, amit az esküdtek nem láttak? Egyszerűen hátborúgott. Ez nem történt meg. Nem tudom, melyiküknek higgyek. Csak megcsaptalak. Miss Heard, Mr. Depp az ön áldozata, ugye? Ez az egész nem a jogi aspektusokról szól, hanem a nyilvánosság szimpátiájáról. Felmerül a valódi kérdés, hogy mi is tulajdonképpen az igazság?